Clash Wolves against the Rain. Szervusztok, üdvözlök mindenkit az utolsó mérkőzés előtti elemzői asztalnál. Az előbb láthattátok a Blank-el készült Blank-ről szóló interjút, videót, amelyben megszólaltak SKT játékosok is, valamint Flash Wolves játékosok is. Itt elmondták Blankről, hogy már azelőtt ismerték, hogy professzionális játékos lett, mindig találkoztak Rankeden, köszöntek egymásnak, hogy hello, szia, és nagyon jó kapcsolatban van Blank a Flash Wolves csapatának dzsungelesével és középső ösvényesével, Karsával, valamint Maple-lel, úgyhogy egy kis pikantériája is lesz a Korea-Taiwan összecsapásnak. Már csak azért is, hiszen a taiwani csapat ugye egy győzelemmel, míg a koreaiak egy veszteséggel jönnek ebbe az összecsapásba. Ettől függetlenül még mindig nyilván az SKT az esélyesebb, mint szinte minden egyes mérkőzésen, legalábbis a papírforma szerint. Bár ugye a mai napon a Royal Never Give Up azért meg tudta leckésztetni egy jó hosszú egyórás mérkőzésen az SKT csapatát. És kérdés az az egyébként, hogy pont egy olyan csapat, mint az SKT, aki mondhatni hozzá van szokva ahhoz, hogy igen, jövünk, megnyerünk mindent, tök jó nekünk, hogy egy ilyen vereség után mennyire zökkentheti ez ki őket, ugye csapat szinten, mert azért próbálkoztak ők is, és tényleg nem egy oldalú mérkőzésen, hanem egy viszonylag szoros mérkőzésen kaptak ki, annak ellenére, hogy Faker teljesen kivették a mérkőzésből, hogy ez milyen hátrányokat jelenthet szerinted számukra, hogy befolyásolhatja ez például akár a Flash Wolves elleni teljesítményüket, és hogyha igen, elegendő lehet-e ahhoz, hogy a Flash Wolves egy olyan szintű meglepetést hozzon, mint mondjuk az előző meccsen a Supermassive a CLG-val szemben. Hát először is Easy Home most már nincs, hogy cseréljenek. Nem, mintha Faker olyan rossz lenne, csak előre vetítek azért egy Rice tiltást erre a mérkőzésre is. Wolf nagyon egyben van, ő nagyon patent most az SKT csapatában. A Flash Wolves alsó ösvény párosa Sword Art-tal és NL-lel szintén húzó erő a csapatban, viszont még így sem mondanám a legerősebb pontjának a csapatnak, hiszen az mindenképpen Karsa a dzsungelben, aki zseniálisan jó teljesítményt tud nyújtani. Hogyha Maple támogatását veszi célba, hogyha a felső ösvényen MMD-t támogatja meg egy kicsit, mindenképpen a hógolyó effektust elindítja, és emiatt a Flash Wolves csapata nem véletlen tud győzedelmeskedni már nem egyszer a tornán, ugye 3-ból 2 mérkőzést is meg tudott nyerni, egyedül az észak-amerikai CLG tudta őket megverni, de én úgy érzem, hogy most jön nekik az igazán nehéz része az MSI-nak, a nehezebb mérkőzések, először ugye az SKT csapatával, majd pedig a későbbiekben még meg kell küzdeni ők a Royal Never Give Up-pal is. De én azt mondom, hogy rengeteg lehetőség van a csapatban, és két csapat lesz, aki nem jut ki a csoportkörből az elődöntőbe, és szerintem a Flash Wolves nem lesz köztük. Hát a G2 az szinte biztos, hogy köztük lesz, véleményem szerint. A másik pedig valószínűleg a Supermassive lesz, de persze ne rohanjunk ennyire előre. Ugye a mai nap folyamán a Flash Wolves győzedelmeskedni tudott már egyszer, viszont hogyha az SKT követte, már pedig minden bizonnyal követte ezt a mérkőzést, én úgy érzem, hogy még egyszer ezt a Maokai-Alistar kombót nem szabad odaadni ennek, nem csak nekik, bármelyik csapatnak. Tehát ez a két tankos karakter, akik ráadásul ugye kezdeményezéssel is bőven rendelkeznek, őket egyszerűen nem szabad egy csapatba tenni, mert onnantól kezdve szinte teljesen mindegy, hogy miket hozol melléjük. Azt viszont ne felejtsd, hogy az SKT lesz kék oldalon, úgyhogy a tiltások sokkal fontosabb lesz, hogy a Flash Wolves csapat, akit tilt ki, hiszen az utolsó tiltás joga ott van náluk, és egy valamit előrevetítek, azért nem kell tiltani Faker ellen. Legalábbis jó, ez egy kicsit azért ilyen szurkálódás, ettől függetlenül minden bizony azért azirral is tud teljesíteni Faker, viszont az előző meccsen nagyon vissza tudták fogni a teljesítményét. A Rice tiltása szerintem borítékolható, mert én megkockáztatom azt is, hogyha nem tiltják ki, még akár első választásként is a Kindred helyett akár elhozhatják ezt Fakernek, talán. Az a biztos, hogyha kitiltják, szerintem nem szabad ezt inkább bent hagyni. Meg kell próbálni olyan karakterre kényszeríteni Fakert, amivel mondjuk nem feltétlenül annyira magabiztos, vagy nem is inkább az, hogy a karakter, mert tudjuk, hogy hatalmas champion pólya van, inkább olyan matchupot kell neki a középső ösmére hozni, ami nem feltétlenül kedvez neki, mint amit például láttunk ma, hogy az Azir és a LeBlanc összecsapás egyértelműen a LeBlancnak kedvezett. Viszont ugye az alsó ösvényen, hát Bang és Wolf azért nem egy könnyű ellenfél, akárhogy is nézzük.
tehát Enelnek és Sordartnak fel lesz adva a lecke. Mondom, én arra leszek kíváncsi, hogy milyen választásokat engednek meg a Flash Wolvesnek, ugye te is mondtad, hogy ők a piros oldalon vannak, tehát ők rögtön két karaktert hozhatnak el, viszont egy valamit biztosan el tud hozni majd, ugye az SKT, és igazából ez a kérdés, hogy mire akarnak fókuszálni, egy a szokásos, minden csapat által megszokott Kindred első választás lesz az, vagy esetlegesen Nidalee, hogyha nem tiltják ki, hogy ez lesz az, amit elsőként elhoznak, vagy inkább megpróbálnak valamilyen más ősmére, akár a középső ősmére priorizálni, és ott egy hőst elhozni, mondjuk Fakernek, hogy ne olyan meccsapba kerüljön, mint a mai nap folyamán korábban. És ezzel a lendülettel át is adjuk a szót kommentátorainknak a mai nap utolsó mérkőzésére. Korea, Taiwan, 1v1. 1v1 minúb. Üdvözlöm minden kedves tévét a mai nap legutolsó mérkőzésén, Flash Wolves SKT. Szerintem egy nagyon szép mérkőzésre fogjuk zárni a mai napot, de ugyanúgy holnap után, és utána is lesz reggeli kezdésünk MSI kupával, és ezért holnap lassacskán már mindenki be fog futni, és akár Thanatos is látható lesz, mert az iskola lassan véges a héten. Ő nem érettségi szünetem van, kicsikét már tovább tanult, de ettől függetlenül ugye ő is itt lesz majd holnaptól kezdve valami valószínűséggel, de mi töretlenül kelünk reggel, már neki föl tud kelni reggel, és beérkezik időben reggel, valaki csak 10 fele jön be reggel, no de, lényeg a lényeg, hogy ugye SKT ma már egyszer kapott egy mérkőzésen, ugye itt noszogatták a srácok az elemző asztalnál, hogy végig is mi lenne akkor, hogyha az SKT ugye úgymond motivációs problémában küzdködne, ugye egy bukott mérkőzés után, hogy kéne játszani majd most. Szerintem náluk ez nem minném, hogy túlságosan nagy baj lenne, elég tapasztalt pilóták ülnek már ott, de azért valahol a Marin hiánya és az új csapat miatt lehet. Nem is feltétlenül, azt mondanám, hogy Faker az, aki a kérdés számomra, mert őt az első meccsen nagyon-nagyon-nagyon büntették, és kifejezetten ő volt az, akire iszonyat nagy fókusz hárult, illetve őt büntette a legjobban a kínai csapat, és ugyanazt kell, hogy mondjam, miközben lassan érkezünk a választási és tiltási fázisba, hogy én most a Flash Wolves-tól bármennyire is nem feltétlen ez az ő nagy erejük és taktikájuk, hasonló meccset várok, vagy legalábbis hasonló játékot várok, mint az első meccsen, amikor az RNG csapata a korai játékban már előnyt tudott szerezni, ugyanezt az előnyt pedig a játék középső szakaszában annyira megerősítette, hogy bármennyire is eltartott több mint egy óráig az a meccs, egyszerűen nem tudott visszajönni az SKT úgy, hogy bármiféle esélye legyen. Talán egy halvány reménysugár volt, ami megvillant, de semmi több. Tiltások, Gangplank, LeBlanc, illetve Maokai. A koreaiak oldalán még Taiwan-i LMS csapata eddig Sivirt, Zilliant és még valakit tilt majd ki. Ez lehet, hogy a Rise is, ezen gondolkozom, hogy Malphite jön. Így Juk Malphite azért nem fog, mindenre kapásból rárakhatja a mancsát az SKT csapatai. Blanknek korai gyors jungle lesz. Kindred választás erre is. Ott, hogy nem volt az első meccsen. Ugyanezt gondoltuk Darcig, hogy ó, odaadjuk Blanknek azt a Nidalee-t, és akkor ott már mindenkit szétrektel. Nem jött össze. Kérdés, de hogy... megpróbálhatja. Az a kérdés, hogy Kárszár Kindreddel válaszol, vagy inkább ugye a CC hiányban szenvedő Nidalee-t kompenzálja majd mondjuk egy kicsit a CC bázissal jobban rendelkező, akár Elise, akár Gragas, akár még a Lee Sin is, vagy biztosít még olyan választásokat a LMS csapata, amit elvehet az SKT-től. Wolf, aki eddig a héten a legmagabiztosabb játékot produkálta eddig, ugye gondolom, szerintem a teljes mid-season invitation kupában, és ezt leginkább Alistarral tette. Ennek az elvételesen egy hülyeség, és a Wolfbank párosának felrobbantása, ugye akár az Alistar elvételével is történhet. Echo felsősén jön majd MMD-től, az a később most lesz a Rise, kedves Faker-től, vagy nem. Én vagy ezzel nem. Most simán tippelnék. Meglátjuk, Nidalee, mindenképpen. Ezek sebzéshordozók, tehát
tehát mi ugyanis klappolt volna az edis, de meglátjuk, igen? Nem, marad Faker az Azirnál, ami az első meccsen nem volt túlságosan kifizetődő, vagy legalábbis nagyon büntethető volt, de ahhoz mindenképpen kellett LeBlanc is ellene, aki jóformán felzabálta az első meccsükön. Ma az SKT középső ösvényesét, illetve nagyon jók voltak még a Royal Never Give Up csapatának dzsungeles rajta ütései is, tehát ezek mind összejátszottak, hogy nem lehetett Fakert megmozdulni, hagyni. Sword Art lesz majd most Alistarra, kíváncsi vagyok, hogy az SK-t is skint hozzá magával, vagy valami mást, de attól függetlenül Never Lose NL megkapja. Ezreal-t és el lehet hozni bizony Kindredet, így az utolsó választás joga majd a középső ösvényre Maple-hoz érkezhet, vagy hoz egy Echo-t középső ösvény, de én azt nem biztos, hogy ajánlanám, akár mondjuk még Azir ellen jó is lehetne, de attól függetlenül Jet azt mondta a külföldi kommentátori állásban, vagy pontosabban az elemzői asztalnál, hogy Maple talán a második legjobb középső ösvényes most jelenleg itt a Mid-Season Invitational tornán, így nagyon kíváncsi lesz a kettőjük összecsapására. Ezzel szemben valószínűleg valahol a koreai SKT az, aki a felső ösvényen élvez előnyt, ugye Duke talán jobb játékos, és talán ő most az egyik legerősebb felső ösvényes ebből a hat csapatból, így MMD-nek mindenképpen szüksége lesz Karsza támogatására, aki pedig ugye Maple-lel szokott nagyon sokat együtt játszani, együtt szoktak duók júzni, és innentől kezdve nagyon összeszokott párosról beszélünk, de közben az SKT gondolkodhat még 10 másodpercen keresztül, hogy milyen választásokat hoz, akár a Poppy Trundle maradhat is, Trundle mint támogató, Poppy pedig Duke kezébe érkezendő, és ez így is fog maradni, ebben a pillanatban lejárul a választás. A Trundle választása, én csak annyit fűznék hozzá, hogy ennél jobbat az Azir mellé nem tudnék én tenni, mint támogató játékos, és ugye ne felejtsd a császári falangszal, például, hogy Alistar lett volna Wolfnál, persze elvetek előle, akkor azért meg lehet másítani ugye a Faker Azirjának a terveit a császári falangszal, viszont ugye az a bizonyos igosztop használattal Wolf talán még kellemetlenebb helyzetbe tudja hozni a teljes flashfall csapatát, mint eddig valahogy is tervezte volna. Meglátjuk, a Poppy az szerintem Duke-nak egy nagyon magabiztos választás, ezt mondja Echo-val szemben, bár nem konkrétan Echo ellenszerre a Poppy, de nagyon jól felveszi vele a boxkesztyűt, és az érkezésük mindkettőjüknek fontos. Egyik KB-t, másik pedig ugye lassítés KB-t, de azért az aktuális gyors küzdelemben az eltávolítása valakire megint csak ugye egy érték lehet majd Poppy által, Poppy keze által. Közésülésén Rice hozhat Maple. És akkor megint az a matchup van, hogy akkor meg lehet-e verni Rice Azirral, vagy meg lehet-e verni Rice Azirral, vagy Azirral Rice-t. Ez egy jó példa. Meg kvázi egy-egyes, vagy nem is, legalábbis nem eldöntött ez a felállás. Volt már nyertes meccse is Azirnak, szint ugye Rice-nak is. Ő azért teleporttal fog érkezni, még én úgy gondolom, hogy Azir valószínűleg azzal a kifárasztással, ugye még a gyógyítás az, ami elképzelhető, de talán a kifárasztás most jelen esetben jobb lehet. Karsza pedig mindenképpen kell, hogy minél gyorsabban összegyűjtse majd a lélekfalujára a jelzőket. Ezt viszont Blank a Nidalival mindenképpen megakadályozhatja. Erről mindig elmondjuk és nagyon sokszor kiemeljük a gyorsaságát Nidalinak, illetve a dárdáknak az erejét, hogyha ezekkel jól talál, és nem úgy táncol ki a Flash Wolves játékos gárdája, mint például a kínaiak táncoltak a dárdák elől, akkor bizony nagyon fájhat még Nidali is, és így akár megakadályozhatja Kindrednek a kiteljesedését. Meg a felemelkedését Azirnak. A suri már. Na jó, van. Ő már felemelkedett. Szeret. Te azt a módot nagyon szeretted, amúgy Buci. Az nagyon én szóval. Játszottam egy Bucival felemelkedés, és Buci isteni jó volt. Én meg nagyon rossz voltam ebben a játékpódban. No mindegy, valószínűleg azért nem volt jó Ezreal választásom oda. Lényeg, hogy ide viszont jól lehet Ezreal választás a Flash Force kacsójába. Ugye a kergetőzésnek egyik alapillére az, hogy legyen egy jó kis Ezreal, aki ugye mégis kék Ezreal-nek készül, és lassít folytonosan folyvást, és bam, bam, bum. De betöltünk a mai nap legutolsó mérkőzésébe, ahol az SKT fog kék színeben játszani, még a Flash Force
piros színekben és kifárasztásos azért Faker. Kifárasztás maradt, ugye, ő azért átváltott a megtisztulásra, nem feltétlen kell neki ez, ki tud ő csúszni egyrészt Echo kábításából, szint úgy, ugye, nem feltétlen kell a Runa börtönre ezt hozni, így kifárasztás lesz, a robbanása, amit majd Maple fog okozni, az sokkal gyengítőbb, vagy legalábbis gyengébb lesz, megszokott kezdés egyébként, Ryzen, tehát a Zafir kristály választás minél hamarabb tudja majd így befejezni az istennő köncsepjét, és ezt ennek jelzőkkel való ellátását elkezdeni. Egyéb más különlegesség talán az nem jelenik meg. Talán annyi, hogy az SKT-nél kettő darab kifárasztás is van, tehát Wolf attól függetlenül, hogy a középső ösvényen ilyen idézői varázslat van, Wolf nem az égetést, hanem a kifárasztás hozta, ezzel szemben Sword Art az, aki az égetéssel, illetve a hát most már lassan megszokott villámfejedelem akaratával érkezik, most már azért mindenképpen Alisztáron is látjuk ezt, és volt egyszer-kétszer gyilkosságban is nem kevés szerepe annak a lecsapódó. Igazából Alisztán hozott magának egy Blitzcrank passzívot. Abszolút. És teljesen jó döntés, és igazából most viccen kívül hiába mosolyogtak. Nem, de hogy, és hogy már bejött tök ez. Jó. Hogy ne jött volna be? Hát igazából Alisztának van egy kombója, azt 10 másokat nem csinál semmit, csak táncikál. De igazából neki nagyon jó az felboostolni azt a kombóját. Egyértelmű, hogy Sword Art játékában emlékszettem a Sword Art játékán? A Braum-mal, hogy mennyire bevállalós, bevillanós, bedurranós. Na most Alisztár az ő karaktere. Neki való, ehhez ennyi ész kell. De ugye nagyon sok játékos próbálta meg ugye ezt a YOLO bemenetelt, viszont sikertelenül. Lásd Afromo Braumja. Az pont az ellenkezője. Ugyanúgy villan, csak nem sikeres. Az Alisztárral nagyon gyorsan ki lehet alakítani olyan helyzetet, amely már esélytelen a menekülése, bármennyire SKT-ről beszélünk, de ugye MMD és Duke párbaja pedig innenképpen menni fog, jó a Lucky és Duke-tól MMD-re, de a cserét nem nyerhetnék, hogy még ezen szakaszban a passzívat gyönyörűen használja MMD folyamatosan, meg van a mozgássebesség is, így körbe táncolja Poppit, mondhatni így is, Wolf pedig ugye eljátsza, hogy Bank mellett nincs itt is, most érkezik majd meg, jó a jégosztosz, lehet mindenképpen cserélni, Wolfrey meg is kerüli, lehet harabdálni, viszont már ezt Bank nem követi le, neki ez a viszont csere vígan elég volt, ugye, amit Sverdába kihúztak, jó volt a taktika, mert tényleg azt hitte az eszki, azt hitte ugye a Flashfall csapata, hogy Wolf nincs ott a közelben, de ott volt. Szóval Karsza pedig szerez egy passzív jelzőt, és ugyanúgy el fogja tulajdonítani a kék erősítést, ahogyan ezt Blank is megtette a Nidalival. Ő viszont már visszaért a saját dzsungelébe, ahol a vörös szederhátat szedi majd le, és így egy picit, de nagyon picit csak előnyben van Blank, vagy legalábbis idő előnyben, ő majd tud érkezni Faker, az aki nagyon szépen az Azirral már a saját tornya alá tessékelte Maple-t, aki azért ott is fog tudni mindenképpen farmolni, jó a kezdeményezés. Van, és ezt ennél lehet ugye teljes mértében követni eddig, Wolf még válaszol, jó ég, osztom. Ugye tírugrása van már, ennélnek is igazából, Trandullel cseréli vissza ugyanaz az életedőt végül Wolf, amit ugye ennél lecsépelt Bangről, tehát úgymond kötelező volt valami, és ezt még ugye alakítani rajta, viszont farmon egyértelműen Lucianek egyszerűbb dolga van most még ugye a passziának kihasználásával, mint ugye a misztikus lövedék folytonosságával ugye, amit ezzel tehetne, mert most még azért annyira nem alkalmas, mint ezt szeretné. Az viszont egy szép találat volt ennáltal. Wolf pedig ugye maradhat közel, maradhat a buliban, minél tovább maradott, és a másodpercek telnek, majd a kulcsmestersége fog aktiválódni. Ezt láthattuk is, hogy a gyógyítás nagyon szépen érkezett ki, így ő is lehet egy kicsit agresszívabb, nem csak Sword Art. Maple pedig majd most tudja majd lassacskán befejezni az istennő köncsepét, amint először megy majd haza, és Shadow Geeksnek köszönjük a 11. havi feliratkozást. Amióta van submódunk, Shadow Geeks feliratkozó. Azért hatalmas respect. Azért az keményen, nem? Nagyon szépen köszönjük a támogatást, és reméljük, hogy a továbbra sem fogsz bennünk csalódni. 5. percben pedig azt kell mondani, hogy Karsza ugye körbeugrálta Blank jungle-ét, majd a sajátja visszatért, de ugyanezt megtette Blank is ugye a Karsza jungle-ében. Tehát egy kicsit olyan tükörformában játszik a két jungle-es játékos, mindkettő olyan karaktert hozott, melyel
nagyon sok szerepet lehet vállalni a játék első részében. Ahogy mondtad, Blanknek már sikerült nem jól szuperálni ezzel idődival, viszont Carlsonnak már sikerült jól szuperálni, ugye early karakterek tömkeregével, ugye a jungle is ugye a felső és egy gyúkra. A rajtaütés jól lehet, mivel épesség lassítás az van, viszont MMD nem tudja lekövetni. Tehát kicsikét korai volt Carlson kimozdulása, pedig őrszem nem volt, de ezt senki nem tudhatta. Illetve az aura nagyon jó időben így jött van. Ki, még gyúktól nem tudott közelebb kerülni Carlson, viszont MMD nem hagyja annyiban ezt a rajtaütést, viszont Faker is felérkezett, Blank pedig megjött Nidalival átugorva, bele csobbant abba a kis vízbe, ahol a szurdok hírnöke várakozik majd a halálára, és egyébként Carlson az, aki most a régen megszokott csatározók sújtását vásárolja meg a dzsungeles tárgyára, most már azért láttunk nem egyszer orvadászokat és a rálátást biztosító két őrszemet kihelyező sújtást egyébként Kindreden, tehát eddig ez annyira nem volt jellemző, mostanában látunk ilyeneket, nem is keveset, viszont visszatért Carlson a megszokott csatározók sújtásához. Wolf az, aki nem csak hogy kitakarítja ezt az őrszemet, de még utána Blanknek esélyt ad, hogy a nagyon előre vonuló Maple-re esetleg érkezni lehessen, miután eltulajdonít egy-két tábort Carlson dzsungeléből. Tudják leszedésére pedig ez a Carlson közlekedés lesz, mert megint csak, hogy egy kicsit felturbózza, plusz persze a jelzés mindenképpen jól esik, mert miért is ne kell, ugye minél arra befejezni azt, amit szükségeltetik majd ugye Carlson. Lidegfalók kiegészítésével lehet nyugodtan majd élni. A Blank pedig az alsó esményre tervez egy kanyart, kettő darab őrszem a parkon rá. A Darnell viszont nem talál, és sajnos ez már sikertelen lesz így önmagában, de az őrszem pucolása még azért részt vehet. És jelzőről eléggé híres arról, hogy azért tisztes távolságból tud köpködni, és miért ne tenné meg, hogyha egy cica ugrál a környéken. Wolf pedig még mindenképp támogatja és puzan Blank menekülését. Megint egy félig meddig jó próbálkozás, de elkapkodva, ahol éppen van egy minimális rizs a pajzsban, próbál támadni mind a két csapat, de azért valljuk be, hogy két olyan gigászi csapatról van szó, akik az annyira nem fogják hagyni az üres lukat sokáig tátongani. Illetve hasonló módon egyik csapat sem a korai agresszivitásra, hanem inkább a lassabb és biztosabb játékstílusra hagyatkozik. Természetesen, amikor beindul valamelyik csapat, akkor láttunk már nem egyszer, hogy az SKT akár 20x perc alatt is megnyerte a meccset, de ahhoz az kellett, hogy egy olyan csapat ellen tudjon kezdeni, akik odaadtak nekik sok gyilkosságot, meg tudott indulni a hógolyó effektus, és egyszerűen gyorsan 20x perc alatt meg lehetett indulni. Blank, hogyha folyamatosan ellopja ezeket a kék erősítéseket, akkor bizony Maple nagy gondban lehet, bármennyire is ott van az Zafir kristály, illetve az istennők könycsepje, neki ez mindenképpen kelleni fog, így ugye mindenképpen Carlsonnak is válaszolnia kell majd ezekre az érkezésekre, és még mindig nem tudja befejezni a lélekfalót. Egyrészt fejlesztette az újratölthető italát, és megvásárolta már a visszacsapó íjat is, de így még ki kell érkeznie úgy a saját dzsungelébe, hogy nem tudja majd jelzőkkel ellátni ezt a tárgyat. Így Sword Art azt mondja, hogy Wolf, te menj innen, hagyd hazamenni az én lövészemet, és így a porrázúzásnak köszönhetően, illetve ugye a felöklelésnek, még előtte a felöklelés miatt nem tudott Wolf beleszólni Ezri a hazamenetelében, és bizony itt lehet a probléma. Ha Blank elhozza nem csak Carlsont, hanem még a kéket is, de mellé ment az a dárda, atya-gatya, Carlson viszont kiugrál, mert jön bizony Faker. Ó, és Fakernek a surimuria sajnos nem sikerült. Carlson még azért erre kapásba, ó, hát akkor jövök, hát miért jönnék, Blank pedig ki is villan. Egyetemen kerülték mindenit, meg is halt hátul, és Carlson pedig büntetés van Duke és Faker által. A gyújtás ki fog jönni, de Faker mindenkivel büntet rajta, vörös, hát most már a homokkatonákkal kellemetlen lesz még az alaptámálásra fűszerezve. És jön hátul ugye Sverda, Duke három játékos között van, neki villanása éppensége még van, ha ki akarna jönni, az égetés megkapta kapásból, Sverdárból. Kettő egyet cserél a Flash Balls végül. És Blanknek igazából a játéka végig a menekülésről szólt, gyönyörű szíven követte lesz végül Ryze. Illetve a dupla teleport mindenképpen nagyon jó volt a Flash Wolves-tól. Abszolút szépen tudott érkezni mindkét játékos, aki ezzel az idézői képességgel van, és kellett is. Blank nagyon okosan kivárt egyébként Carlsonra, hogy beugorjon, nagyon jó egyébként a... Hát mi ez, egy kupa igazából, tehát...
pont úgy tud elhelyezni. azért ezzel a nagy tuskós bunkóval, vagy tüskés bunkóval végig simogatja a hátát, valakinek nem túl kellemes, mit szeretes? Ugye itt érkezik alapvetően Maple-nek, illetve MMD-nek is a kettős teleportja, erre nem biztos ám, hogy számított Blank, egy teleportna még mindenképpen, de megint csak ugye egy darab. Faker a legutolsó pillanatban villan el, és Blank nem tudja elhozni, de hogy nem megvan még a Maple, de... Megelősen és elelmítlő! Sniper, bitch! Faker azt hiszem, most mindenképpen kicsit el fog gondolkozni azon, hogy hol fog bekelni majd a továbbiakban. Viszont ennek a lövését senki nem látta. Örösszen éppensége volt, mellette ment el, Bang pedig bajban van, főleg mindenképpen tankol a törtelen akarattal, és ennerre kéne fordulni, de nem lehetett a kitankolhatatlan, ki talisztára bármit is csinálni. Jön Blank is volt, büntetni, bosszú kell, kifárasztás ellen egyértelműen, ebből menekülni ezért már nem fog tudni, meg fog halni. Csak mikor? Blank által. Most. 3-4. Viszont még mindig kihozták azt, hogy Swordat el tudott menekülni, tehát csak egy gyilkosságot tudott elhozni. A két játékos miközben Karsza, hogyha van még elég ideje, akkor elhozza az első sárkányt, ez mindenképpen jó. Így azért azt kell, hogy mondjam, hogy a Flash Wolves egészen jól jön ki ebből a viszonylag hosszan elhúzódó csatából, mert a sárkányt is elhozták. Nézzük meg Maple mit csinál, nagyon szépen már a Runa börtönnel ki tudja fókuszálni Faker, de nem elég a sebzés, jöhet Blank, és NL azt mondja, hogy na jó, akkor lövök egyet, innentől kezdve jöhet a Snipe, és nem, nagyon későn vette észre Faker azt, hogy merről jön ezről a végső képessége, úgy így indult az egész csata egy-egyel, és utána érkezett az alsó ösvényen, és azt akartam kiemelni, azt hittem, hogy az is benne lesz, hogy nagyon okos volt NL-nek az a játéka, hogy ő is bevillant a torony alá, rögtön gyógyított is egyet azon, hogy Swordart ne kapjon annyi sebzést, aki egyébként a törhetetlen akarat alatt volt, így tudták megölni egyébként Benget a torony alatt, de az érkező Wolf és Blank legalább még egy gyilkosságot elhozott, így 3-4 a gyilkosságok aránya, és az első sárkányt elhozta a Flash Wolves, ami Karszának nagyon jó. És ugye Bang nagyon szomorú helyzetben volt, mert már megint? Kékre? Komolyan? Azért emelnek ezeket a lövését, lassan azért lehet, hogy történelmi könyvekkel feljegyezni őket, mert nagyon jók az elképzelések, és már egy is sikerült, és elég csúnyára, az a Faker ellen, de azért egy olyan dolog, ami nem tűnik nagy dolognak, de azt hiszem, hogy akkor a legendát levadászni egy ilyen végső képessége mindenképpen egy kellemes dolog, bármely játékosról van szó. Ez egy erekje, akárki bármit is mond. És emellett ugye, tehát Bang, amikor azt látja, hogy jön felé egy töretlen akaratban levő Alistar, aki tudja, hogy tankolja fogja tudni, és neki a kerrit kéne kiszedni mögötte, mert ő fog rá sebezni. Hát ez egy padhelyzet. Meg volt írva neki a sorsa, az volt a kérdés, hogy mikor fog meghalni. Mennyi időbe fog telni, hogy megölni őt. Pontosan viszont Blank el tudott indulni kettő darab gyilkossággal, így viszonylag gyorsan befejezte már az oltalmadót is. Most viszont bajban lehet, mert Carson nagyon szépen sebez rá, ugye ott van még a vörös szedel, hát erősítésnek égetése is, így azért Blank olyan túl nagy problémában nem lesz a saját gyógyításának köszönhetően, főleg akkor, hogyha a dárdákkal jól talál, azért erre még mindenképpen egy kis célzott vizet kell innia, ugyanis még a kék erősítésnél, még az előzőnél, ott nagyon csúnyán mellé dobta azt a dárdát, mindenképpen Carsonnak kellett volna elterelni, aki egyébként a gólemeknek a kis takarásában szépen szedte le a kéket, most pedig a Grompi. A Gromp az övé, Blank pedig lopkod, ahogy neki az illik. Torony még egyelőre nem dölt, mert ugye egyrészt nem is volt ösvénycsere, erre nem is nagyon szeretne egyik csapat se kitérni. Karsza pedig az alsó ösvényre érkezik, de ott van egy mindent látó őrszem, ezt pillanatok alatt ki kéne szedni, és Wolfék is nagyon szépen visszavonultak a torony alá, ahol NL folyamatosan szurkálódik. Hát igen, és ugye a Karszának a játéka azért mindenképpen elkönyvelném, hogy nagyon szépen próbál tartani a farmat a Nidalee-hoz képest, aki oké, két gyilkossággal is mert volt rajta ütni egyértelműen látszik, de ugyanúgy volt Karszer is kétszer, hogy a gyilkosságban szerepkölt vállalni, de 71-64 arányban tartani a farmat a Nidalee-val szerintem mindenképpen kiemelendő. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy a Nidalee képes igazából, főleg a kórai kiskupákon azt észreveszünk, hogy akár egy szóló ösvényt is simán letapasztalati ponthoz, tehát ergo lefejlődi szimpán a táborok szedésével, mert annyira hiperszonikusan gyors tud lenni, ha például másfél jungleből él. Pontosan, és Maple pedig nagyon okosan nem mozdult ki a saját tornya alól,
ugyanis Blank érkezett a középső ösvényre rajta ütni. Látták azt, hogy Karsza az alsó ösvényen van, így bizony lehet fordulni a szurdok hírnökére, ezt el lehet hozni és felerősíteni Nidali érkezéseit, gyorsaságát, és ha eddig nem volt elég gyors, akkor most már egy Forma 1-es autóhoz lehetne majd mérni az ő haladási sebességét a dzsungelben. Karszának a passzív jelzője az ellenfél dzsungelének, ugye farkasainál van, viszont most Maple végre megkaphatja az ő hőn áhított kék erősítést, közben a jégkesztyű az, ami elkészült ellen, és a koroppáccáját pedig befejezte a középső ösvényes Rise, így már a 26. percre meg lesz az összes jelző, ami neki nagyon fontos. Ugyanegy, megvan már Fakeren is a nasorfoga, és még egy Negatron palás, most viszont menekülni kell ezt a tornyot. Nagyon nehéz lesz megvédeni, de azért itt van még egy Kindred is. Igen, és azért az ő jelenléte már egy békeszigetet jelent kapásra minden eszkéti agyában, hogy hát egyszer beérkezik ugye Maple mellé, akkor nem tudjuk megölni, ahogy terveztük volna. Viszont Maple az, aki 4 farm hátrányban van Fakerhez képest, aki azért a nasor fogával, megint csak talált egy SB végső képesség, persze lesz alsó és ment inkább lefele. Az is megvan, egyszer két dolgot nyert ezzel. Egyértelműen Never Lose. És ezért így Never Lose lesz. Így alapvetően nagyon szépen oldotta meg, nem is Fakerre, hanem az alsó ösvényes minionokra érkezett ki a végső képessége, hogy Bang ne tudjon cserélni vele tornyot. Az alsó ösvényen így MMD meg tudja védeni a külső tornyot, és 2-0 a toronyállás az SKT-nek nagyon-nagyon fontos lenne egy-egy tornyot elhoznia, mert a kínaiak ellen ebbe volt talán a legnagyobb gyengesége a koreai csapatnak. Lehet, hogy nagyon sokszor rajtuk, de lehet, hogy nagyon sok gyilkosságot elhozott Kína, de hogyha ezt kompenzálom toronnyal, kompenzálom rálátással, illetve makrójátékkal, akkor nem lehet olyan túl nagy baj. De az, amikor 7-1-ben áll a torony, az egyszerűen olyan szinten beszorítja a játék teremet és a lehetőségeimet, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz kimozdulni, és most is afelé megyünk, hogy a 18. percben lehet nem volt túl sok gyilkosság, illetve toronydöntés, de a Flash Wolf szépen lassan döntögeti azokat a tornyokat. A sárkány pedig él. A sárkány él, és ugye most Flash Wolf játékosokat látunk többet a közelben. Ugye a két torony előnye látszik valamelyes még azért, az főleg az északi jungle-ben kevesebb is a rálátása a saját jungle-ére is az SKT-nek, tehát a Flash Wolf, ugye ezek a tornyokkal ugye még pluszban kijebb is tolta az ő tervezett határvonalait, mondhatni így az SKT-re. És a kérdés az, hogy mikor és melyik ösvényen szeretne ravaszkózni az SKT csapata. Most a felső ösvény a Kína már jók, és ugye ő még nem reagált arra, hogy ugye MMD az alsó ösvényen körözött át, de nem is nagyon kell neki reagálni, mert a felső ösvény még dőlni kell a külső toronak, mert utána lehet ezen gondolkozni későbbiekben. Az alsó ösvény döntött tornya, vagy dönthető tornya, az még egy másik rész. A középső ösvény talán sokkal fontosabb szerepet fog meg kitölteni, bár Kína ellen is igazából csak ott sikerült egyszer betörni egy sikeres küzdelem után. Ez elgondolkodható, de az, hogy még ennek ellenére is csak 200 arany különbség van, ez persze így kevesebb aggodalmat okoz az SKT-nek, de hogy a sárkányhoz nem szólnak hozzá, az nem biztos, hogy jó döntés. Semmiképpen nem lesz korai az a lélekfalónak a jól lakottsága, de attól függetlenül már csak körülbelül 8 jelző kell, hogyha most még azt a szörnyet is elhozta Karsza, és akkor már ő is bőven számítani kell a sebzésére. Kérdés az, hogy ennél be tudja-e bételni egy kicsit Fakert, nem feltétlen, mert ő el tud csúszni még hozzá. Hova de Sword Art? De Sword Art, majd Maple és ugye MMD újra. Faker felrobbant. Az első csúszása hosszú volt, és viszonylag messzire sikerült elmennie, de Sword Art érkezésére megint nem tudtak annyira készülni. Nézd meg a rálátást. Hát konkrétan Alistárnak a szarvaiba sikerült csúszni bele, és amint megérkezett, Faker, oké, katonám, katonák az utazás, bim, és kapta már a hasast. Most pedig Duke az, aki szeretne érkezni, de Karszának a villanásába fájt ez, attól függetlenül az életében nem. Nézzük is meg a visszajátszást. Ugye érkezik Maple már a feltöltött minden varázslattal megáldott Rise-zal, és gyönyörű szépen jött Sword Art. Abszolút, attól függetlenül megint csak MMD elhasznált egy jó teleportot, így biztosított még egy gyilkosságot a Flash Wolfsnak. Erre mindenképpen figyelnie kell megint csak a koreai csapatnak. Maple a kifárasztás? Hát elég kapkodott hívás volt az Wolféktól.
nincs gyilkosság belőle semmilyen se váltva, az alsó esélyem ugye megindul most gyuk. Ha ez így hadd, akkor lehet, hogy lesz lehetőség a toronyra szertennie, de már ugye úton lehet majd Wolf is előbb-utóbb, illetve Sword Art szintén, ugye, akinek ugye égítés és pillanás sem ment ki arra, hogy Maple kezei közé dobja majd még vissza Fakert. Megéri szerintem ez a gyilkosság, ugye egy támogató játékosnak többet áldoznia, mint kell, inkább ő haljon, és ő maradjon hátul ugye idéző képesség hiányában, mint bárki más a csapatból. Őt igazából mondhatni erre is használhatják, kihasználják a támogató játékosoknak a lelkét. És a Muramana is már egyébként befejeződött ellen, tehát ő már ezzel a tárgyal is rendelkezik, ezzel szemben Bang vásárolt magának még egy kis toronytól és még egy kis távolságot a gyors tüzelő ágyúnak köszönhetően. És Blank is befejezte már a kolok pálcáját, tehát az a Nidali is egyre tankosabb és tankosabb lesz. Szeretnék elhozni, nem, valószínűleg ezt nem fogják tudni, nem, de Blank azért a sújtásnak köszönhetően az elég nehéz lenne, de attól függetlenül jó volt az elképzelés, kicsit megzavarták, illetve Benget is lehozták a középső ösvényről, eddig ennél szépen takarítgatta a hullámot, még a végső hullám képességével is. Abszolút azt kell, hogy mondjam, hogy van esélye az SKT-nek, de a Flash Wolves nagyon szépen játszik. Így van. Az alsó esélye gyúk megint csak nem tud tovább haladni igazából a hármas nádas környékére sem, és így megint csak nincs lehetősége mondhatni tornyot dönteni. És most már tényleg azt kell mondani, hogy kindrenek a jelzői, meg lesznek három jelző? Három darab jelző, ami kell még. Hát az már tényleg nem sok, az mondhatni, hogy semmi sem. Duke pedig kapja az áldást Maple-től. Na most ugye Duke elég rossz helyzetben van, mert ugye Rise miatt muszáj a Burst valahogy levédenie, de igazából ugye Kindred és Ezri pedig ugye fizikailag sebez. Duke pedig bajban, Sword Art elől villant Duke kellett nagyon, mert megint ingyen gyilkosság és torony lehetett volna az ára, így csak lehet, hogy idézőjelben csak egy torony, de egy Tier 2-es toronyról beszélünk, ami ezzel már nem piskóta, el is fogja hozni ezt a Flash Wolves, és erre válaszol az SKT, nem csinált semmit. És úgy jött ez a sebzés Maple-től, hogy ez ellen Duke-nak azért van egy kísérlet kámzsája, van egy higany léptek, tehát azért van bőven már rajta is varázs ellenállás, de mégsem tudott mit csinálni a folyamatosan ultival lövöldöző Ryze-zal, és még utána érkezett Sword Art is, nagyon jó volt egyébként a villanás, a porrázúzás elől, én úgy gondolom, hogy a felöklelést várta, hogy vissza fogja lökni egyébként Alistar majd Maple kezébe, de inkább porrá zúzott, az is elég lett volna a gyilkossághoz, de nagyon szép volt az elgondolás, illetve a gondolat Duke-tól, hogy visszafele villanva még meg tudja menteni a saját életét, ez így is történt, ugye nála is már kész három darab jégkesztyű az, ami a pályán található, MMD Duke, illetve NL kezén, így azért a lassítások már nagyon-nagyon fájhatnak erre, ugye cipővel válaszolgathat egy-egy játékos, és Seraph ölelése az, ami megint Maple-on van. Hát annyira nem zavartatja magát Sword Art, de egy mindent látó őrszemtől búcsúznia kell most a Flash Wolvesnak. És ugye a három gyilkosságból kettő Blanken van, aki egy jó ideje nem tudott beleszólni abba a próbálkozásába a Flash Wolvesnak, amiket általában toronyra cseréltek. Tehát egy kicsit olyan padhelyzetben csücsül most Blank, mert a kétgyilkosság úgymond elenyésződik rajta, és nincsen kihasználva, míg azért nézzük bele a másik oldalra, hogy tudjuk, hogy alapszabály és alaptörvény az, hogy előbb-utóbb a lövészekre fog minden egyes fókusz áthelyeződni majd a játékban. És ugye ennek a végső játék megszerzéséhez kétgyilkossága bejebb van. Tehát ő az baromi jó helyre kapta, és emellett a Ryze az, aki az öngyilkosságból 4-nél ott volt, abból egyet meg is kapott. Jó helyen vannak a gyilkosok a Flash Wolvesnál, míg az SKT-nél gondolom, hogy most jelen pillanatban nem. És ugye Nidalee-nek a legfontosabb ereje, amikor a játék végső szakaszához fogunk érkezni, ami igazán már nincsen túlságosan messze. A dárdák akkor lesznek inkább igazán sikeresek, ha te támadsz. Amúgy nem igazán tudsz bedobálni sehogy sem, Kindre pedig elhozza a sárkányt, így Blank szomorúan távozna, ha nem kapna egy rúna börtönt. Blank halott, és így 6-3 a Flash Wolvesnak, 1800 aranyal pedig vezet a Flash Wolves, és megint nem tud ezek után az SKT mit meghívni. És Blank sebzésre dobta el a dárdáját, hogyha valószínűleg a sárkányra dobja, nagyobb eséllyel tud sújtani innentől kezdve. Nem értem, hogy miért
Prayert próbált kifele a dárdával sebezni. Egyrészt azt kitáncolták, másrészt utána, amint beugrott, egyrészt korán sújtott, másrészt Carson nagyon időben és nagyon éppen ott volt. Onnantól kezdve pedig, hogy Maple ott van, tehát sehova nem fogsz te elfutni egy Rice-tól, akármennyire is Nidali vagy, vagy nem. Ennél pedig egy elegáns térugrással azt mondja, hogy Faker, te ide, köszönöm, ne gyere. Igen, az elég érdekes, hogy ennyire lehet reagálni most egy Faker érkezés, de ez erről híres, hogy pofátlanul az arcola van, de mégsem. Tehát valahol elérhetetlen Ezreal, csak a saját képességéből kalkulálva, és emellett még egy villanása is van, ha nagyon szorul a húrok majd a nyaka körül. Blank pedig így, hogy két gyilkosságot szerzett, és kétszer halt, most kb. Olyan, mintha nem is tudom lenne igazából, legalábbis megfigyelve abszolút, és megint, ahogy igazából mondtad a meccs elején, talán most sem annyira működőképes a Nidali választás Blanktől. Van rajta gyilkosság, tehát szerepet tudott vállalni. Farmban néha vezet Kinrelle szemben, de ha már a képességet szaradja gyorsan végig, hogy kinek mi van, Carson nyert ugye a Békesziget egyértelműen, sokkal fontosabb lesz, hogy Békesziget használt a meccs végső szakaszában, mint egy dárdal. Vagy egy gyógyulítás, de persze, tehát hogy ezek fontos dolgok, de attól függetlenül ugye annyi kiegészítés, hogy jó helyre kerültek azok a gyilkosságok a játék korai szakaszában, mert hogyha meg tudod indítani azt a Nidalit, akkor borzalmasan erős tud lenni, viszont a játék első szakaszában megszerzett 3 gyilkosság, azóta jóformán nem tudott az SKT mit csinálni, tehát jó az játék elején 2 gyilkosságot odaadni Nidalinak, viszont utána több gyilkosságot kéne hozni még pont azért, mert Nidali megerősödött, vagy legalábbis Nidalit meg gyorsan meg tudta lenni. Ezen a lényege, hogyha megkapja. És nincsen, tehát ez a ból, ez elolvadt jóformán itt a tavaszi időben. Akkor elindult ez pisi labda volt. Hát már lassan. Nem snow labda. Ennyi. Nem hólabda, hanem meleg pisilabda. Na mindegy. Hát majd valaki lepisilte, és akkor ugye összeolvadta. Hát akkor, hát persze, hát Blank pisis fogolyóban játszik. 6-3, és ugye 4-0-ás torony állása van a Flash Wolvesnak, gyerekek. Az SKT a mai nap folyamán úgymond immunis a torony sebzésére. Nem tudtam ennek a dönteni a játék első és közéső szakaszában a mai mérkőzésein. De persze még ne szaladjuk annyira előre, mert még sok minden van hátra ezen mérkőzésből, de hogy a tornyokra nagyon kell most már fókuszálni, az bizisten, mert így, hogy a külső ösvényeken is állnak a tornyok, előbb-utóbb ugye megint csak az SKT felé fognak haladni a minionok jobban, mert kevesebben látok rá még az ösvényre is, és így minden egyes más objektívet is veszélyeztetnek, mert nem lesz rálátásuk. Közben az SKT-nek az őrszemjátéka a déli dzsungelekre helyeződik, tehát mind a Flash Wolves, mind pedig a saját dzsungelükre azért rálátásuk bőven van, pontosabban a saját dzsungelüknek az északi részére van a koreaiaknak, míg a taiwani csapat azért 2 déli dzsungelt is be tud hálózni piros őrszemekkel. Ez mindenképpen jó, mert így akár a saját, akár az ellenfél dzsungelében nagyon szabadon tudnak majd mozogni. Eközben MMD vásárolt magának egy sejemövet, tehát ő semmiképpen sem szeretne se lassítás, se semmilyen olyan Trundle végső képességet kapni például, ami az ő tankosságát netán elszedhetné. Közben még a sutyerákot sem tudja elhozni Blank, ez így viszont elég rossz, mert a 29. percben már bizony érhet egy baronnasor hívás, vagy legalábbis egy próbálkozás. Ennél már bele is tűnt, hogy megnézze, milyen annak a gyíknek a felépítése, a lábkörme, igen, de azt mondta, hogy neki ennyi elég is volt. Alaptámadásban csak szimplán be lehetett, míg a misztikus lövedéket sem pocsékolt arra a gyíkra. Never lose, miközben bang, és Wolf, az, aki ugye közésősen szeretne egy jó végoszlopval kiszolgáltatni egy Ezreal, de már néznek, ott van a időzített bomba a bokorba. Ugye Carson és Maple, aki egyikük berugorra, másik pedig teleporttal érkezett a kezdőn, hogy eddig Maple várt arra, hogy a jó hívással neki jönnie kell majd teleporttal. Az alsó és ilyen gyúk az, aki megint nem mer odáig elmenni, hogy tornyot döntsön. Megint nem dőlt tornony az SKT oldaláról. 29 perc alatt nem döntött még tornyot az SKT csapata. Szegény Swordart pedig alig bírt kijönni abból a jégoszlopból, kereste a kis helyet, hogy hol tudna átbújni, de hát Alistair viszonylag nagy felső testtel rendelkezik, ezért pont beleakadt az akadályokba, végül egyébként túlélte. Karsza egyébként majd építeni fog, valószínűleg ez Terák kihívását, de az átoknyelő már mindenképpen régóta ott van, így azért plusz
pajzsal rendelkezik haza Kindred, és vásárolt Maple ideje korán, vagy hát legalábbis ideje korán a 29. perc, pontosabban a 30. perc legvégén egy űrangyalt, így azért már 5,5 játékosa van mindenképpen a Flash Wolvesnak. Végül is igen, és Maple, aki Johan Reinst sikerült még kiépíteni ezen meccsen, hogy egyrészt egy nasolfogával rendelkező Faker szemben nem maradt a farmban. Oké, tényleges vésőképességének használtam a Reinst azért viszonylag gyorsan farmon, és annyiszor nem kell várni a visszatérési időre, és hátulról jön Maple teljesen. Ráadásul ugye kettős teleport volt, szóval próbálják összecsukni az eszkét, Csaba, hát Wolf instant meghalt. NMD pedig még próbál válaszolni valahogy, Duke elküld két embert világ végére. Sépesség így csak egy ember veszít az SKT, de Wolf villani sem tudott ebből a küzdelemből, és ez még egy sárkány, sőt, a negyedik sárkány. Ez a negyedik sárkány, könnyen esetnek ugyanabban a hibába az SKT-sek, mint az első meccsükön, hogy hagyják az ötödik sárkányt az ellenfél csapatának, mert én úgy gondolom, hogy még 6 percig biztos, hogy eltart ez a meccs, akkor viszont lassacskán ki kell mozdulnia az SKT-nek a sárkány odúja felé, innentől kezdve, hát igen, ez a late game. Ez a cuki volt, oda megy, örcövet akart szedni valahogy, és Faker mondta, hogy na, menjél, ne hülye gyerek. És megint kettős teleporttal érkeztek, ugye ebből látjuk a visszajátszásból, nagyon szép a villanás, utána a Porrez zúzás, kimegy Maple-re a kifárasztás, de ez már bőven kevés. Blank veszít nagyon-nagyon sok életet, de csak Duke-nak köszönhető, hogy ebből nem nagyon tudtak fordulni, mert az őrzői ítélettel arra ítélte a Flash Wolves kettő játékosát is, hogy inkább a saját bázisa felé repüljön, mint az ellenfél irányába. Tehát Poppy az, aki megmentette valamilyen szinten az SKT játékosainak életét. 4 darab sárkány, 4 darab torony és 4 darab gyilkossággal vezet a Flash Wolves. Ez szép. 3-as, 4-es. Lehetne ez így mondani. Illuminati 3-as, 4-es. Illuminati, igen. Hát, van ilyen pólód is, illuminati. Igen, van, és zöld. Na mindegy, a Bang megkapja a saját vörösszete hátjukat, ennél pedig régóta a középsősvény fene gyereke, pedig alsóesvélyes lövészként jött a játékba, ugye, viszont Fakernek a sebzésére nagyon oda kell figyelnie, mert láttuk, hogy 3 darab homokat a laptamarástól ennek majdnem, hogy a 3-4 életre eltűnt. És ha egyszerje úgy, hogy NL-t nem sikerül elkapni, és Fakerre sem szentelnek annyi fókusz, amit kötve hiszek, mert Fakert mindenki szereti megölni, mert igazából ez tényleg egy jó lehetőség lehet. Majd MMD pedig jön be Blank mellé, Tank Echo-val, de Blanknek a fél élete, sőt, több is eltűnt. Ugye ő ezt vissza tudja gyógyítani, nem egy szorakamódjára, szépen lassan mindenképpen tölteget, és rajta is van valamelyes varázssebzés. Két gyilkossága neki meg kellett volna indulnia rendesen varázsedéssel, ezt valamelyes persze csinálja, de SKT még nem kezdeményezett küzdelmet, ez egy tény. Tehát még úgymond csak reagáltak a Flash Wolves hívásaira, áll a bokorban, ugye Kindred és Alistar Wolf buktatja le őket, mindenképpen kellett is. Nagyon szép volt egyébként a kupa használat Wolftól, Blank pedig elhozza alapvetően a kis maradék farkasokat, miközben a felső ösvény felé indul Maple, ahol egy picit a Minion hullámot megtolja, a középső ösvényen védekezik az SKT, egyelőre egy picit leült a meccs, de látjuk, hogy a kezdeményezések nagyon szépek, MMD rögtön tudta kábítani azt a cicát, innentől kezdve rögtön le is sérült, és nem sztereg kihívását vásárolt Carson meg hazudtól engem, hanem egy jégkalapácsot, az viszont nem gyenge, életerő az bőven van, illetve most már lassítás is Carsonnál, minden egyes támadásnál nagyon jó lesz ez, így nagyon nehéz ez elmenekülni a Flash Wolf csapatától, bármennyire is van őrzői ítélet, ha esetleg NL vagy Carson ott tud maradni, vagy esetleg még MMD, akkor vége, kész, folyamatosan fognak érkezni a lassítások jégkesztyűből, folyamatosan érkezni fog a lassítás a jégkalapácsból, illetve még ha ez nem lenne elég, akkor ott van még az időbandita is, ami folyamatosan tud majd távolról lassítani. A kezdeményezési készsége a SKT-nek az talán egy jó popi teleport, de a jégosztopat csak lassítgatni lehet, de szerintem Fakerben bízik valahol az SKT is most valahol, mert az ő császári falangszával sikerülhet majd valakit betessékelni a társait közé, mert ugye sem Reinst nem jó célpont először, hogyha éppenséggel ő van a társaival együtt egy vonalban,
Ennél pedig soha nem lesz legelő. Hát igazából a lassítások ellen az SKT nem tud mit kezdeni. A jégoszlopot éppensége jó, és jön Maple oldalról őrangyala kiegészülve. SKT kezdeményez, és Swirl-e pedig jön Bengre, Beng instant meghal. Karsza pedig hátul még a végeszigetben áll, és jó a császári falang. Meghalni mindenképpen Karsza, ez így kellett fékörtés, és ennél pedig legalább még hátul, ennél még éppensége kivillan. El tud jönni, de Wolf még mindig benn van, és jön a végzetes hullám, de nem talál Blankre, és MMD-nek kell most rá visszálépni. A csere az 1-1-es. Az alsó ösvényen dölt egy torony, kedves buci. Az SKT tornyot döntött. Oh, yeah. 36 perc kellett hozzá. 36. percben dőlt az első SKT-s torony. Két lövész cseréltek, úgymond, mert azért Karsza Kindredje is inkább a lövész funkcióba kerül. Bengnek még villannia sem sikerült, és abszolút jó választás Karszának ugye a jégkesztyűje, illetve minden lassítás, ami még van. Maple és Wardlet pedig itt marad, ők nem nagyon szeretnének még hazamenni, gyűjtögetik még a pénzt. Ugyanis fürgeségcipője nincsen, inkább ioniai fénycipő, illetve varástörés cipő, de jön is a visszajátszás. MMD picit későn érkezik, Swordartnak pedig a villanásos porrázúzása csak Bengre volt jó, arra viszont mindenképpen szép a császári falanc, mert ezzel, illetve a Poppy végső képesség, mert ezzel megakadályozzák az érkezés. Nagyon jó a fókusza az SKT-nek, pont ezért nem volt sokkal nagyobb. Pékenem nem sikerült most ez a császári falang, szóval az előző kicsikét, hogy pont akkor jött, amikor Békesziget le is jár, de az elképzelés nagyon jó volt Fékörtel a Békeszigetből kitessékelni Karszát, de lényeg a lényeg, hogy ha ezeket meg tudja csinálni ugye majd ennél ellen is Fékör, akkor mindenkiben lesz kellemetlen perce majd a kedves lövésznek a Flash Wolfsnál, de Maple mire is vár? Az 5. sárkány érkeztére, ami 3 másodperc múlva éled az idézők szurdokában. A Flash Wolfsnak jelenleg jobban helyzete, de az SKT jön, és vár bizony. Maple vár, és jön Maple. A teleporta. Nagyon messzire mondjuk Maple, de ide fog tudni érni, de az SKT ezt valószínűleg vágja. Jön Maple, már nem annyira gyors. Duke szintén válaszolni próbál, ezt a sárkány nem lehet odaadni a Flash Wolfsnak. Blank! Hátul bajban! Blank képessége még visszajön Swirl-re, pedig eddig tudott aggódni, most már nincsen, de a sárkány megvan! Lángol a Flash Wolves! És éppenséggel, hogy nem adnak Blank, végzetes hullám viszont még van. Blank, hol bekelsz? És hol? Nem jön végső képesség még ugye Ezreal-től. Fontosabb a védelem a középső ős, ilyen baromna sorra lép ki, ez Katie megteheti végül is. Mert hazament Alistar, nincs töreten akarat és sújtás, sem biztos, hogy van kalaszálás, sőt villant is. Nagyon merész húzás lett volna ez SKT-től, de azért belekaptak a levesbe. Mindenképpen ez egy barom bait volt, ide akarták csalni a Flash Wolves játékosait, ez mindenképpen sikerült. Most pedig időhúzás az, amit az SKT-nek mindenképpen játszania kell. Ez az égetés, ennek le kell, hogy járjon, viszont a Flash Wolves ugyanúgy megkezdheti majd a baron nasort. Kérdés az, hogy mit fog tenni. MMD-nek egyébként nincsen teleportja, nem sokára majd elérhető, de ugyanúgy nincsen rálátása az SKT-nek itt a baron nasorra. Mi történik itten? Pont ezért még Wolf egy jó kis kupát helyez a baron odujának bejáratához. Wow, érdekes volt az előző küzdelem is. Nagyon sokáig ugye életben tudott maradni Swordart. Utána pedig Karsza végső képességével megmentette azt a bikát, ami egyébként még mindig lángol, most van esélye akár elhozni a baron nasort a Flash Wolves csapatának, vagy esetleg még egy jó csapatküzdelmet kialakítania. Nem nagyon tud kijebb jönni a saját északi dzsungeléből az SKT. Duke, aki az alsó ösvényen vonulgat, neki viszont van teleportja. Ő maradhat. Bang viszont nagyon messze. Elkezdi a baranna sort a Flash Wolves. Blank hátul dobálózhat majd még, de éppenséggel ember előnben van most a Flash Wolves itt, és a Swirl szintén válasz a Wolfra. Wolf instant meghalt. Duke pedig megjön. De ember hátrál, mert igazából túl sok választási lehetőség nem igazán van, a baronnasra megint majd kifordult a felsőhoz, ha kell, így már is kezdik újra, erre válaszolnia kell az SKT-nek, mert nem teszi meg, akkor végig fel a menni inhibitorik is akár a Flash Wolves játékosai. Baronnasort szerez a Flash Wolves, nem áldoz az SKT.
nem áll oda, ugye egyrészt Wolf nagyon gyorsan meghalt, Benk pedig nagyon későn érkezett a Lucian-nál, a középső ösvényen maradt nagyon sokáig védekezni Duke, elhasználta a teleportját, most viszont MMD Echo-jának van elérhető teleportja, így akár ő várhat ki egy jó elhelyezett őrszemre és egy jó csapdára, és jön is a visszajátszás, ugye érkezik Duke a teleporttal, viszont Sword Art-nak nagyon jó a kezdeményezése, és rögtön meg lehet ölni a támogató játékosát, a koreaiaknak megint két embert lehet haza tessékelni Poppy végső képességével, de az már, hát igen, mint halottnak a csók. Ó, igen. Már teljesen mindegy volt. Viszont a Duke alsó ösvény úgymond váltott, és hát oké, Duke próbált közben menni az alsó ösvény, ugye ezzel problémát okozni a Flash Wolves-nak, de telibe tojták, hogy ő mit csinál az alsó ösvényen. Gyorsan reagáltak, gyorsan megöltek egy ember, és az ember hátrányból már leszkéti sem tud mit csinálni. Így úgymond kiment egy teleport is, és lassan megint igazából a labda a Flash Wolves-nál van, és lesz is majd a következő sárkánynál is. A teleportok visszajövetelével is, tehát most már be kell vonni, hogy elég nagy bajban van. Az SKT időtörés, MD pedig néznek, világ végéig fut a passziának köszönhetően, a torony éppenséggel áll, de ez egy lepkefing. Az körülbelül, és azért még itt maradt az a Ryze is, aki nem csak egyébként neki, hanem már MMD-nek is van őrangyala, igazából három őrangyala az, ami már a pályán elérhető, így azt kell, hogy mondjam, hogy a Flash Wolves 6 emberrel, míg az SKT 5,5-el tud majd csatát kezdeményezni, abszolút jó lesz, és hosszú, azért az is szépen sebez már, főleg, hogy Benget találta a másodjára Ezri a végső képessége, aki jóformán teljes bilden van. Itt láthatjuk a kékes lila Ezrilt Marmorcius bendőjével, illetve a letaszított király kardjával. Ott van már neki, hopp, és ennyi volt ez a lepke puki, igen. Viszont ez most már 7000 arany előny a Flash Wolvesnak. 6-1-es toronykülönbség, bámulatos, ahogy a Flash Wolves játszik is. Szépen mindent kiszer ugye az SKT lába alól. Császári falangsz elől végső képesség MMD-től, de így is meghal. Az őrangyal leesett, az alsó és pedig már most megy át a Flash Wolves. MMD meghal. Sárkány másfél perc múlva lesz. Nagyon sok lehetőség áll az SKT előtt. Van külső torony fent is. Azt is le kéne már szedni. Sárkányra is le kéne érni. Védekezni is kéne. Ja, hát egy baron lassan az ellenfélnek, szóval igen. És MMD, amikor életni fog, akkor még a sárkányra lesz körülbelül 15 másodperc, illetve elérhető neki is a teleportja, sőt, Maple-nek is elérhető a teleportja, és van ott egy mindent látó őrszem viszonylag közel bármelyik. Pontosan ott pingelik is, nagyon szépen jelzik, hogy ott vannak bizony a teleport lehetőségek. Valószínűleg Nidalee Blank az egyiket ki fogja szedni, pontosan a mindent látót most el is pusztítja, de azért van ott még lehetőség. Nem volt elérhető a piros talizmánja, de Wolfnak viszont igen, így nagyon okosan játszik most a koreai csapat, megpróbál minden egyes kihelyezett őrszemet, és egyébként minden ösvényen is van egy, tehát azért ott szépen közel, körülbelül a T2-es tornyoknál, tehát bőven tudnak mélységi teleportokat hívni a Flash Wolves játékosai. 20 másodperc múlva pedig érkezik megint csak a játék, hát 5-6. Sárkánya, ugye 5-öt már megölt a Flash Wolves, de megint éghet a taiwani csapat, és ezt megint csak meg kell akadályoznia az SKT-nek. Teljesen ide is jött mindenki, Maple is ide lejött, legyalogolt és teleport, hogy MMD, ő kergetőzni fog neki. Nem lesz őrangyala mosszol, annyira nem vállalhatja magát túl, de már mozzónáz. Blank pedig jöhet majd be, Duke szintén ravaszt akar húzni, lángolni fog a Flash Wolves, az így halad, és Blank bejön, majd meghal. Blank nem tud sárkányt lopni, Sword Art bajban lehet, Wolf pedig éppensége szintén, kifárasztás, Ekom, császári falasz menekülése. Mindenki menni akar, visszajön Karsza, ugye Poppy végségében is jönnek köszönhetően, de nincsen további gyilkosság. De Blanknek katasztrófa a próbálkozása a sárkány lopása, sőt ki sem villant, sőt meg is halt, semmi, sajnos semmi. Így 5v4-ben emberelőnyben a Flash Wolves inhibitorra léphet ki. Az a torony, hogy ez pillanatok alatt bedölt kinted is ugye ezrőnek köszönhetően, és majd csak most jönne még meg az SKT csapata, de jönnek már a Mininak a felső ösvényen is, ezt már meg kell védeni. Itt nincs mentség, itt muszáj beleszólni, végzetes hullám jön a Minionokra, Duke itt van, Faker szintén kapcsolatés hátul, és bejön Maple, Duke instant feed, életerőt veszít, inhibitor már a második, ami meg lehet, hogy még a Flash Wolvesnál, Duke visszább kell, hogy teljesen fusson a világ végére.
És eddig abszolút ki tudják használni a második, ötödik sárkányukat, de jó, tehát a második, ötjelző sárkányukat, az égetésüket, mert kettő darab inhibitort hoztak el, így a felső és a középső ösvényről is bőven támadható az SKT bázisa, már csak az alsó ösvényen van, ott árválkodik szegénykém az egyetlen életben maradt inhibitor és inhibitort védő toron, 8-1 a torony állás, és egyszerűen annyira hasonlít nekem ez a meccs a kínaival, tehát annyira jóformán ugyanazt a meccset láthatom. Lehet, még, hogy megvan a fogás az SKT-n. De egyszerűen gyönyörű szépen játszik a Flash Wolves. Nem feltétlen annyira volt ez egyoldalú eddig a pillanatig. Ugye akkor a kínaiak ellen az SKT el tudott hozni egy baronnasort, ami egy perc múlva érkezik. Azzal a baronnasorral el tudott jutni egészen ugye a középső ösvényes inhibitorig, azt be tudta dönteni, viszont utána megint csak vége volt a meccsnek. Most pedig a Flash Wolves tökéletesen választ, és az alsó ösvényen nyomul tovább négy emberrel. Ennél az, aki egy picit le van maradva, de ő elég gyorsan vissza fog tudni érni. Igen, ott vannak a pingek, hogy megy haza mindenki, mert Bang szólt, hogy gyerekek, sehol nem látok senkit, mi az Isten van. Az alsó ösvényes inhibitort védő tornyot támadják, kijön a sorozatlövés, de hát valami keveset ér. Így van, ugye megjönnek szépen SKT játékosok, őrangyal van Duke-on, ő túlvállalhatja magát, még egy jó darabig nincs minél a felső és középső ösvényről, nem kell másra védekezni, most még az SKT-nek, de Bangnek ugye végső képessége hiány, vannak problémái is, ennek is villanása sincsen, bejön MMD, majd kiébb is lépés, a torony be fog ölni, ezért jött a Flash Wolves, hátul hárman összeáll az SKT csapata, MMD kiébb lép, még nem jó a párhuzamos valóság, és Karsas Fördárt, ugye nem sok illetően vannak hátul, talán még a Dárda is pluszva, ez jó végre, mi a Blanktől, de kevés, még önmagában azért vannak, pedig a passzíja ki is jön, mi van még egy tornyuk, de Maple egyszerűen egy vadállat is, ráadásul még őrangyal is van rajta, Duke, viszont hátulról most jön, rossz de már senki nincs itt. Nagyon rossz hívás ez megint csak Duke-tól, a második rossz teleportja, és a baromnasorra így, idő előnyben nyugodtan jött a Flash Wolves, és nagyon lassan fog idejön az SKT, jönnek a minionok is a felső ösvényen, pálcban van a koreai csapat, ez bizista, jön Blank, de ez késő lehet, baromnasorlopás nincsen, Flash Wolves-nál a második baroni játékban, sorozatlan is ki még Bangtől, ki is ugrik fázisugrással még hátul MMD, de jönnek a minionok! Valakinek védekezés kéne haver, mert ezért nem lesz jó, Duke még mindig menne, Szörlet most fordul vissza, és innentől kezdve csak nem szabad hazaengedni a játékosokat, mert a minion befejezik. MMD leteleportált hátra, Nexus tornyokért, ez aztán a jó lószág, Faker még éppenséggel hazamegy, és még ott van szintén Bang is védekezni, őrangya van, Echo megint csak. Hát ez itt egy vágóhíd. Abszolút, és mennyi szuper minion érkezett mind a középső, mind pedig a felső ösvény felől, azért Faker és Bang szépen el tudja takarítani, viszont egy Nexus védő tornyot veszített ezzel a koreai csapat, és már csak egy darab torony áll a Flash Wolves előtt, hogy ma 0-2-zze az MSI második csoport körén, mind Kína, mind pedig Taiwan. A koreai győztest, hát innen nem tudom, hogy hol van a felállás. Úgy, hogy kétszer leászolják a Flash Wolves, és akkor talán. Elég lenne egyász is, de inhibitorokkal úgyhogy azok éljenek. Mert most jelen pillanatban nincs két inhibitor, és a harmadik sem biztos sokáig lesz rajta életbiztosítás, mert bármikor megjött rá a Flash Wolves, azt hello, szia, szevasz! És dőlni fog már az Inhibitorus is, akár. És van náluk biztos, hogy Terasz is, mert nagyon szépen érkezik egyébként. MMD a felső ösvényre, így elvon kettő embert is az alsóról, hárman védekeznek csak, viszont itt van Karsza, itt van mindenki más, megint két embert zónáz ki Echo, és így érkezik négyes vonata a Flash Wolvesnak az utolsó éppen álló Inhibitorra. Nexus tornyából ugye már csak egy van, azt se felejtsük ezt, hogy Echo sem szóval túlságosan közel engedni Nexus tornyhoz. Karszára a sorozatlövés valamelyes jó, de éppensége még kevés. És hátul van a tank mini, aki lő, mint az állat, nincs aki lesz egyedül, a harmadik inhibitor is. És a Nexus torony, egyetlen egy Nexus torony marad már csak az SKT kezeivel, semmi más. Három emberes felütés, Svördárt, ami pluszan dönt a torony. Már csak a Nexus a cél, őrangyalokkal felruházott Flash Wolves szétszedi az SKT-t.
49 perc alatt, azt a betyár mindenét! És közben Maple még egy laza kettős gyilkosságot egy darab lövéssel behozott. Hát ez nem azért, egy Burks Rise. Nem, ez egy őrült Rise, ez egy őrült Maple Rise. Nem véletlen mondta Jet sem a külföldi elemző asztalnál, hogy Maple-ben nagyon bízik, nagyon ügyes volt, nagyon szépen építkezett, jól tartotta magát folyamatosan Fakerrel szemben, és az az öröm, ami a Flash Wolf csapatánál most van, hogy ugráltak és örültek, mert egyszerűen a regnáló világbajnokot meg tudják verni. Ma ők a második csapat, akik a koreai SKT-t megverik, az SKT ma 0-2-vel zár. Mit szólsz ehhez, Pierce? Egyszerűen nem tudok szóval jutni. Faker arcára szerintem minden rá van írva, az én gondolatom is. Ugyanilyen arca volt egyébként a Royal Never Give Up elvesztése után is. Ott is kevésbé volt ilyen azért még, de... De ott sokkal jobban megbüntették, mint itt. Igen. Csak ugye az SC datakutásokat nézve a Royal Never Give Up ellen számíthatunk arra, hogy ki fog kapni az SKT kérdés, hogy hányszor. De a Flash Force nem biztos, hogyha össze akarok hasonlítani a két régió teljesítményét, de ettől függetlenül ugye... Azt nem lehet elfelejteni, hogy egy Faker 500-at farmolt itt is. Tehát ő lefarmolt, amit kellett. Bangnek nem voltak hozzászólásai mérkőzéshez sajnos. Ez egy nagyon jó választás volt arra, hogy a távolságot tartsd az SKT-vel szemben. És én úgy gondolom, hogy MMD Echo választása ezzel a távválasztással ugye ennyire sebzős és rejlett benne, ez elég kellemetlen volt, és amit nem szabad kihagyni, az a jungle. Tehát igazából az SKT úgymond tökön szúrja saját magát. Ezzel a blank nidali választással nem tudsz helyzetet kialakítani, azért egy ilyen csapat ellen nem fogsz igazán csak ott dobálozni, mint a hülye gyerek. A másik a snowball, hogy mondtuk, nem működőben meleg pis és hógolyó volt, az igazából ennek köszönhetően az SKT tényleg maga előtt kivágta a fát, és összerogyott alatt az egész mindenség. Valahol ott lehetett volna megfogni ezt a meccset, ahol ugye megkapja a blank a két gyilkosságot nidalival, és ott azt kellett volna mondania, hát nem is feltétlenül a coachnak, mert ő nem fog ebben beszólni, hanem azt valaki beszólja, tűncünk, gyerekek, akkor most agresszió. Van Blanken két gyilkosság, megvásárolta már tényleg viszonylag korán, korokpálcél is kész volt, illetve a dzsungeles kiegészítése, most marhasok rajtaütés, iszonyat sok gyilkosság, gyilkosságokból torony, igen, és akkor innentől kezdve elindult a játék. Mert ugye a két lövésze volt ugye a Flash Force, ők is sebeznek, ugye ott a torony ostromban, ez tény, de ott az nasor foga. Az Azir, aki a homokatonákkal megint csak így szedi a tornyokat, de minden más, és akár a barom nasort is, így. És nem tudta megtenni, nem volt torony ostrom hívás egyszer se a meccsen, 36 percnél volt az első döntött torny az SKT-nek. És esélyük hát nem volt kilépnie semmilyen célpontra, se torony, se sárkány, se barom nasor, semmi. 6 darab sárkányt hoztak el a Flash Wolves-osok. Kétszer lángoltak. Két baront hoztak el, azokhoz se nagyon volt hozzászó. Ez én úgy gondolom, hogy viszonylag meglepő, mármint az, hogy 0-2-be zár ma az SKT, nem feltétlen így indultunk neki ennek a napnak. Abba biztosak voltunk, és nem csak mi, hanem külföldön is, hogy a Royal Never Give Up csapata kínaiak megszorongathatják az SKT-seket, akár meg is verhetik, viszont ők lehet, hogy hosszú játékidő alatt, de azért nagyon magabiztosan megverték. Most meg úgy gondolom, hogy a Flash Wolves nagyon hasonló játékkal, nagyon ügyesen, nagyon okosan, és megint csak higgadtan, végig vezetve, végig dominálva a játékot. Egyszerűen megvert az eszközt. És az Alistair olyan szépen stimmel, szörrát kezdve, mint a húzat. Többszörös felütései voltak. Volt? Emlékszem, amikor egyszer volt a sárkánál küzdelem, és csak penget sikerült elkapni. De ő instant meghalt. Az, hogy egy ember kiveszek a játékból azonnal, mert van, hogy a részszára, neki ez az ereje. És ugyanez volt egyébként előtt a kínaiak ellen is, tehát ott Mete volt az, aki a listára volt, illetve Looper volt felsősvényen egy Maokája, tehát ott is meg volt bőven a két iszonyat tank, így bőven, halálra ki lehetett venni. Ott mondjuk Graves volt az, aki dzsungelben volt, és Gravesnek a rajtaütései voltak nagyon-nagyon jók, míg most nem feltétlen kellettek ezek, mert egyszerűen jóformán majdnem minden ösvényen nyerni tudott a Flash Wolves. Kicsikét későn, ha egyáltalán jött a sejem, mert ugye Lucian-től még az odaraknál, mert Bang nem egyszer volt az, hogy végigállt, és el sem tudott villanni a küzdelem első másodpercén, amit ugye küzdelem, Sword Art bement. Igen. Na mindegy, ezzel a rendülettel vissza mi átadjuk a szót a mai nap végső elemzésére a két elemző kis Billy barátodnak, ugye Iovine-nak, a Homlocknak, Nono-nak pedig a királynak. Sziasztok!
Szervusztok! Elérkeztünk a végéhez az MSI második napjának Shanghaiból, ahol is az SKT a Flash Force-szal szemben az utolsó mérkőzésen alul maradt. Így a mai napon Korea 0-2-ben zárt kisebb meglepetésre talán. Kisebb. Bár én megmondtam, hogy a Flash Force szerintem továbbító lesz, de mondjuk erre még én sem számítottam, de örülök neki. Hát egyszerűen nem találok szavakat, tényleg... Nagyon jó meglátása volt egyébként Bucinek szerintem a mérkőzés alatt, hogy ez a mérkőzés, bár nem húzódott el annyira, mint ugye az első, de kísértetiesen hasonlított ugye a Royal Never Give Up elleni összecsapásra. Az SKT-nél az objektív fókusz megint egyenlő volt a nullával. A 36. percben döntötték le az első és egyetlen tornyukat egyébként az alsó ösvényen. Azon kívül egyszerűen se sárkányhoz, se baronnasorhoz, se semmi máshoz nem tudtak hozzáérni. És mint hogyha kicserélték volna egyébként őket. A tegnapi nap folyamán ugye Faker a Ryze-zal tudott érvényesülni. Az azért eddig kettőből kétszer, én úgy érzem, hogy nem igazán jött be. A császári falangszok is folyamat mellé mentek, volt, hogy igazából még segített is az ellenfélnek, ugye amikor a pengecsöröknél elkapták, császári falangszok, három embert így, jó, akkor menjetek, elengedlek titeket, és így konkrétan kitessékelte őket a dzsungelükből, ami teljesen megakadályozta azt, hogy az SKT bármilyen ellenválaszt tudjon erre adni. Mi pedig közben megkérnénk a kollégákat, hogy egy kis hangerőt adjanak a mikrofonunkra, mert érkezett egy kis panaszra, hogy nagyon halkak vagyunk. Vagy csak kezdjünk el ordibálni, vagy nem tudom. Viszont az a helyzet, hogy az SKT a tegnapi napon 20 pár perces meccs alatt végzett, nyert, kevesebb, mint 50 percet, vagy talán 50 percet töltött az idézők szurdokában. Ma játszott egy 60 és egy 50 perces mérkőzést, 110 percet töltött az idézők szurdokában, és mind a kettőt elveszítette. Következésképpen az SKT vagy gyorsan nyer, vagy lassan veszít. Igen, egyébként ezt ki is emeltük ma többször is az elemzői asszony, hogy a tegnapi két mérkőzésből olyan túl sokat nem tudunk levonni az SKT játékából, mert konkrétan nem volt ellenállás, nem volt lehetőség arra, hogy megmutassák azt, hogy mennyire jók vagy, hogy milyen hézagok vannak inkább a saját védelmükön. Gondolok itt például arra, hogy objektív fókusz nulla, és hát ezen a mérkőzésen azért Blank, én úgy érzem, hogy elég sokat hibázott, illetve nagyon nagy részt rajta is ment el többek között. Igen, amikor az ellenfél csapatájához 7 sárkányt, meg 2 baronnasort, akkor így megkérdezett a dzsungelestet, hogy... Egy Nidalival szemben. Igen, Namizu, milyen volt a meccs? Jó nézted, de sokat nem tettél hozzá. Hát nem, és ugye ráadásul egyszer ugye a villanása is bent maradt, ki se tudott jönni a sárkánytól. És úgy összességében tényleg egyszerűen az SKT, nem tudom, amit kapott a Royal Never Give Up-tól, én nem tudom, szerintem ez nagyon összetörte őket, vagy nem tudom, mi történt minden esetre ezen a mérkőzésen, tehát nem csak Faker és nem csak Blank, de Bang és most még Wolf se volt igazán sehol. Tehát most nem volt ott még az a Tamkent sem, ami az első mérkőzésen igen, aminek a következtében egyáltalán elhúzódott 60 percig. Ezúttal ugye ott volt egy Trundle, és hát vele szemben egy Alistar. Trundle, oké, tök jó pozícionálni, meg kis zárt terekben ugye a jégoszlop az nagyon szép lassítást tud nyújtani számára, de egy Trundle-el az Alistar kezdeményezést nem fogod egyszerűen megállítani, mert ha egyszer meg akar indulni, akkor meg is fog indulni. Nincs semmilyen eszközöd arra, hogy ezt megakadályozd, és a folyamatos 2-3 emberes feldobásoknak köszönhetően, amit Sword Art eszközölt, hát tárcán kínálta a gyilkosságokat csapatának, és hiába a csiszi-csuszi az írtól, még ez is kevés volt, őt is folyamatosan el tudták kapni. A következőmre kitérnék az NL választása, az Ezreal-el remekül teljesített, nagyon jól piszkálódott, és a végső képességeit rendre vagy jól, vagy nagyon veszélyesen küldte. Gondolok itt például a próbálkozás, amikor a kéket akart ellopni, nagyjából egy negyed másodperccel késett el, vagy akár azért gyilkosságra Fékert sikerült megviccelni a középső ösvényen, hogyha az alsó ösvényen hátrébb lépett, elküldte a végső képességét, kiment ugye a látóteréből az ellenfél, hogy ne tudják, hogy érkezik a végső képesség, és mire Féker észrevett, akkor ez a tipikusan, amikor látod, hogy valami történik, de már nem tudsz vele semmit csinálni, mondjuk egy vízibomba jön a fejed felé, és akkor így elhajolok, de már nem tudok, és tudod, hogy el fog találni. Hát igen, kellemetlen, minden esetre tényleg Stixét megszégyenítő ezrőjátékot láthattunk ezúttal NL-től. Nagyon jó választás volt minden esetre, és én megint csak úgy érzem, hogy ugye megvannak a top dzsungelesek,
Kindred, Nidali, illetve Graves, de ez a mérkőzés is igazából az bizonyította be számomra legalábbis, hogy a Kindreding mindig top tier fölött még egy szinttel van szerintem, legalábbis Blank nem igazán tudta kihasználni ugye a Nidali választást, de erre ki is tértek Bucék, hogy ugye nem, tehát hogy tényleg offenzív helyzetben működik csak a Nidali, de ha folyamatosan te vagy az, aki védekezik, te vagy az, aki a saját tornya alá van beszorulva, és neked kell reagálnod az ellenfélre, hát azok a dárdák nem tudnak ugye meglepő pozícióból érkezni, mert nem te diktálod a tempót, ergo a Nidali csapatharcokban, vagy akár torony alá érkezésben teljesen hasztalan, majdnem olyan, mintha 4v5-be küzdenél, míg ezzel szemben a másik oldalon, Kindred, hát ugye mire jó, bármikor bemehetsz torony alá, ott van a békeszigete, ráadásul egy Alistarral megtámogatva, és hát Maple-nek a Ryze az... Pedig Fakernek is volt lehetőség elhozni a Ryze-t, ő választotta inkább az azért, ez és ráválasztották a Ryze-t, és megint az azért Ryze középsősényt figyelhettük meg, mint ma már oly sokszor, meg egyébként tegnapi napon is, és másodjára sikerült Ryze-nak azért szemben győzedelmeskedni. Faker volt az első, akinek ez sikerült, és most Faker ellen sikerült ezt véghez vinni. Viszont akkor szerintem gyorsan fussuk át a mai mérkőzéseket, hogy mi is történt. Észak-Amerika és Európa gigászi összecsapásában Észak-Amerika olyan simán söpörte le Európát a CLG a G2-val, olyan szinten végzett, hogy hát a G2 nem szívesen tér vissza majd Európába egy ilyen pofon után. Az biztos, illetve rögtön utána a második meccs ugye az említett SKT, illetve a Royal Never Give Up, ahol mint már tudjuk az SKT egy bő 60 perces meccsen, de végül kikapott. Nem tudom, mit lehetne erről a meccsről elmondani. Igazából, hogyha láttatok az utolsó meccset, a második mérkőzés teljesen hasonló volt, ez a lassú, folytogatós halál. Csak ott sikerült elvinni egy baront, ennyi, a, ja, ennyi volt a különbség ott. Meg egy inhibitort. Ugye ott is úgy volt, hogy három tornyot hozott el az SKT, és ott is gyakorlatilag egy csapatharcból tudtak erre fordulni, hogy gyorsan bedöntöttek. Most a négyet hoztak el, a felsősvény, a minionok behozták ja, a felsősvényes tornyot, meg egy inhibitort, meg egy baronnasort, erre az ötödik sárkány és a baronnasor küzdelme is tök jól nézett ki, viszont a kínai csapat felülmúlta a koreait, akárcsak a tavalyi döntőben, úgyhogy Kína az egyetlen tökéletes csapat, ők 100%-osak. A második helyezett pedig kisebb meglepetés, ha nem Korea, hanem Taiwan, akik 3-1-es statisztikával rendelkeznek, Korea csak 2-2-vel kullog, de majd egy tabellát remélem kapunk a későbbiekben. Egyelőre térjünk át a mai nap harmadik mérkőzésére, ahol Taiwan és Törökország, a két T-betűs küzdött meg egymással. A Flash Wolves felül tudott kerekedni a Supermassive csapatán, még akkor is, hogyha a törökök egyre meggyőzőbb teljesítményt tudnak nyújtani. Igen, egyébként sokan temették őket, és ahhoz képest egész szép teljesítményt hoztak, mert szerintem a CLG-vel szembeni teljesítményük azért ez számottevőbb volt, ez majd hamarosan érkezik. Tehát egyáltalán nem volt akkora stomp, mint amit például mondjuk a G2 kapott a CLG-től, véleményem szerint, mert azért az nagyon csúnya volt. Ez a tegnapi SKT meccsekre emlékeztetett. Kb. Tehát a G2 az egyelőre nagyon, nagyon nem találja magát itt az MSI-on. Kikis úgy érzem még mindig talán a legnagyobb probléma, de Perk sem igazán teljesít önmagához képest. Viszont ugye a Flash Wars után azért még volt egy Royal Never Give Up G2, hát gondolhatjátok, hogy mi lett a vége igazából. A G2 kikapott, hát segítek. Tehát a G2 rettenetesen játszik, borzalmas hívásaik vannak, Kikisnek fogalma nincs róla, hogy hol van a pályán, Perks erőlteti azt, ami nem megy neki, próbál rajzozni, de... Ő, és még ő a legjobb a csapatban, tehát ő neki semmi köze az egész játékhoz, mégis ő a legjobb jelleg a csapatban. Trick, ami Európába bejön, túlvállalja magát, itt állandóan lehet büntetni, de most rá is tudunk nézni egy kicsit a tabellára, hogy a Royal Never Give Up 100%-osan vezet, a Flash Wolves a másik helyen 3-1-jel után a Holt versenyben van észak-amerikai CLG, valamint a koreai SKT, és hátul kullog a török Supermassive, valamint a európai G2. De nem utolsó még... helyen, ez a durva, hogy a törökök még így is, ugye az európaiak előtt vannak. Hát nem ezt vártuk, legalábbis papírforma szerint, de hát ahogy te is mondtad, ami Európában működik, az itt nem feltétlenül.
ugye azért ez itt egy nemzetközi porond, teljesen mások az erőviszonyok. Minden megint csak újonc a G2, igen. Akárcsak, de tényleg ők mindenhol egy szezont volt. Challenger Series, egy szezon, jó, megnyertük. Oké, LCS, egy szezon, oké, megnyertük. Jöhet az MSI, hát ezt nem nyerjük meg. Még van rá lehetőségük egyébként, hogyha valami hihetetlen párfordulás történik, de azért arra még várunk a holnapi napig. Holnapi napon is ugyanis megküzd az LMS a taiwani régió Kínával, majd utána Észak-Amerika Koreával, a törökök pedig Európával kiesési rangadót vívnak meg. Az első helyért pedig majd megküzd a Flash Wars, valamint a Royal Never Give Up csapata, azért ez egy első helyért folytatott mérkőzés, nem sokan mondták volna ezt meg korábban szerintem, de még a mai napról is van mit elemezni, hiszen érkezett a Supermassive CLG mérkőzés, amit már említettél, a törökök itt szerezték meg első győzelmüket az MSI történetében. Ráadásul egy nagyon meggyőző mérkőzésen, azt hiszem pont veled kommentáltuk, a CLG-nek igazából a választási fázisa szerintem botrányos volt, nem igazán volt tervük szerintem egyszerűen arra a mérkőzésre, volt egy Lulujuk, meg volt egy Sivirjuk, Braum, és így nem igazán volt kezdeményezésük. Ugye számítottunk arra, hogy esetlegesen bételni próbálják majd a törököket, hogy ugye a magasabb szintű játékkal ugye bebételik őket arra, hogy kezdeményezzenek, majd ezt szépen megbüntetik. Ja nem, mert volt egy 9-0-1-es LeBlanc közben még, úgyhogy hát a törökök azért oda tették, amit kellett. És hát az utolsó mérkőzés, mint az, ahogy ezt láthattuk, ugye az SKT kontra Flash Wolves, ahol is az SKT ismételten kikapott, bármi meglepő is. Úgyhogy... És hát a holnapi napon az első három mérkőzést már elmondtuk, a második három mérkőzés pedig a mai második három mérkőzés visszavágója lesz. Tehát a Flash Wolves újra megküzd az SKT csapatával, a CLG revansot vehet a török Supermassive-en, európai G2 pedig megint csak a Royal Never Give Up-pal kell, hogy megküzdjön. Hát szerintem kapnak egy újabb elfenekelést. Ez IOB-n véleménye, viszont hogy mi lesz, azt meglátjuk holnap 7 óra 30 perctől, korán kellők előnyben, a többiek sem maradjanak le semmiről, ha pedig mégis remaltatok a YouTube csatornán, természetesen mindent visszatudtok nézni. A kommentátor brigád a mai napra búcsúzik, a Magyar NOL TV bezárja a kapuit, hogy holnap újra kinyithasson, és várunk benneteket szeretettel. Jó szórakozást a továbbiakban. Sziasztok! Sziasztok!